Szegedi vendéglátós vállalkozóként milyen reményekkel vágtatok bele a makói Korona étterembe? Először is el kellett magunkat fogadtatni a makóiakkal, kicsit makóivá kellett válnunk, ez úgy érzem sikerült. Bálakat, születésnapokat, kitelepüléses rendezvényeket, kávészüneteket, tehát azt lehet mondani, hogy A-tól Z-ig minden rendezvényt bonyolítunk a Koronába, a makóiak felkérésének elegetéve. Tulajdonképpen ami előnye ennek az étteremnek, az talán egyben a hátránya is, az, hogy meglehetősen nagy alapterületű, exkluzív megjelenésű étterem. Nagy alapterületű, de szekcionálható, ami azt jelenti, hogy ha nincs rendezvény, akkor kisebb részre el tudjuk választani az éttermet. Ez hétköznapokban ugye megtörténik, rendezvények kapcsán pedig egyszerre párhuzamosan több rendezvényt is tudunk felvenni. Hétfőtől péntekig napi ajánlattal kedveskedünk a vendégeknek, ami azt jelenti, hogy 11-től 15 óráig lehet étkezni, illetve 11-től este 8-ig. Esténként folyamatosan érezhető, ahogy megyünk ki a januárból, hogy egyre több vendég jön, ami igaziból magas létszámot hoz, az a vasárnap dél. Nem tartják ezt az emberek itt Makón a hétköznapok során túlzottan elegáns helynek? Elegáns helynek tartják, nagyon félnek tőle a makóiak. Nekünk az a feladatunk, hogy a makóiaknak visszaadjuk a hitét, olyan szempontból, hogy igenis érdemes a Koronába bejönni, hiszen az árainkat úgy alakítottuk ki, hogy minden makói meg tudja fizetni. Eddig csak az árakról, illetve a környezetről beszéltünk, pedig egy étterem esetében talán még ennél is fontosabb maga az étlap. Az étlapon megtalálható makói specialitások, illetve a fúziós konyhának köszönhetően grillezett ételek, a magyaros jellegű ételek, illetve egy újra gondolt gasztronómiát próbálunk bevezetni itt Makón. Hogy sikerült az év vége, illetve most a báli szezon? Márciusra már sajnos nem tudunk fölvenni bált, mert minden szabad kapacitásunk megtelt, az év vége pedig azt mondhatom, hogy várakozáson fölül sikerült. Lakodalmi szezonban bizony még Szegeden is előfordul, hogy egy nagyobb létszámú lakodalom nem talál magának olyan igazán elegáns környezetet. A Korona étteremben, mivel a termény ugye szekcionálhatók, az 50 fős lakodalmi mulatságtól a 240 fős lakodalmi mulatságig bármilyen jellegű és formájú ültetésre meg tudunk oldani lakodalmat, de ezen felül, akinek esetleg más helyszín tetszett meg, akár Szegeden, akár Budapesten, akár Győrben, csapatunk kitelepüléssel, parti szervizzel bármely helyszínre el tudja vinni a koronaszolgáltatásait.